1961-ben a Vásárvárosok kupája nyolcad döntőjében találkozott az MTK a Leipziggel. Igaz, az akkor nem az RB Leipzig volt, minden esetre most itt az E-futball éjszakája tornán a Red Bull Leipzig látogat az MTK-hoz, úgyhogy következik ez a mérkőzés, ez is egy gála összecsapás lesz. Az idei szezont a magyar másodosztályban megkezdő MTK, tehát a Bajnokok Ligája főtáblás Leipzig ellen, ráadásul három magyar játékost ad majd ennek az összecsapásnak az ellenfél is, úgyhogy magyarokból nem lesz hiány a mai mérkőzésen, hiszen ugye emlékezhetünk, hogy mivel az MTK ugye MB2-es, azért az MTK-nál is csak magyar játékosok játszanak majd. És többek között olyan játékosok, mint Gulácsi Péter és Szoboszlai Dominik, akik egyébként az MTK akadémiáján is megfordultak. Balázs véd majd az MTK-ban, Várkonyi Nagy Varjú, illetve Palincser ezúttal a védelemben, Mezei Kata az MTK középpályáján. A közép előttük játszik majd Bognár Stíber, illetve Miknyócki, elől pedig majd Futács Márkó szerepel, német Krisztián ezúttal csak csere az MTK-ban. Mint mondtam, Szoboszlai és Gulácsi ugye az MTK akadémiáján megfordult korábban, hogy nekik valamilyen szinte kötődésük van az MTK-hoz, de mondjuk az NB1-ben még sosem játszottak, akár csak mondjuk Vili Orbán, a harmadik magyar játékos. Gulácsi véd tehát, Hasztenberg, Orbán, Klosterman és Angelinho a védelemben. A védekező középpályások Forsberg, illetve Campbell lesztek majd, előttük játszik majd Szoboszlai Dominik, Olmo, illetve az előző szezonban parádézó Nkunku, André Silva pedig az ék lesz majd. Jöhet tehát akkor az MTK Leipzig gála mérkőzés, amelyet majd a kék-fehérek kezdenek. Itt van Balázs József, aki ugye a harmadik kerület csapatától érkezett a nyáron az MTK-hoz. Ő a távozó Milan Mijatovic utódja lehet az MTK-nál a kapuban. Ugye a kerületi kiesett ugye az MB3-ba. Balázs kapja a labdát, és aztán rontja el a paszt, úgyhogy rögtön jöhet majd a Leipzig szöglete a második percben. Itt vannak a német ultrák, ők is elkísérték ide a csapatot. Forsberg végzél a szögletet, vagy Forsberg kapta a szögletet Szoboszlai helyzetben, és Szoboszlai az első lövés, ezt azonban sikerült blokkolni, és ezzel most Meze indíthatja ott Bognárt, és Bognár István kapura törhet egy az egyben, mert nem zárt vissza a lipcsei védelem, és rögtön vezetésre veszett az MTK, Bognár lő, és Gulácsi kivédi. Megvolt az első MTK helyzet, de Bognár ezért még elindul, és Angelinho aztán Hasztenberg Campbellhöz. Na hát volt helyzet, és az eddig legnagyobb az az MTK-nál. Ugye Bognárt Ciprusról igazolták vissza, vagy hát Ciprusról visszatért a Pakshoz, aztán Paksról pedig rögtön ugye az MTK-hoz, ahol korábban már egy szezont játszott. Illetve két szezont is játszott, egyet az MB2-ben. Szoboszlai. Angelinho. Jó passz, André Silva lő egyből! Balázs József! Megvolt az első bravúrja a kerületre érkezett kapusnak. Olmo csúszik be, és ez így még a Leipzigé. Olmo. Beközépre Forsberg veszi át, és helyzetben Forsberg csele, és mellé rúgja Emil Forsberg. Hát meg volt a Leipzignek is a helyzete. Palincsár. Kata. Bognár. Az is jó, Stíber. 16. perc már, Stíber emeli be. Ott a fejes, Futács! Az ő fejében maradt a vezető gól. Ugye Stíber is, Futács is voltak már magyar válogatottak, Bognár csak kerettag még 2016-ban. És hát német Krisztián, aki a kispadon ülne, ő is volt ugye válogatott keret, vagy ő válogatott. Méghozzá válogatott góljai is vannak, legutóbb 2018-ban talált be ugye még Kazaksztán ellen. Nkunku elmegy most a szélen, és ebből újabb Leipzig helyzet alakulhat ki, mi több gól is. Megszerzi a vezetést az RB Leipzig André Silva góljával a 20. percben. Hát nem tudta sokáig tartani magát az MTK, egy remek támadás után, tehát német vezetés. André Silva lövi az első lipcsei gólt. Azt a meccset egyébként Lipcsében 2-0-re megnyerte az MTK még 1961-ben. Hát itt most kapott gól nélkül nem sikerül lehozni ezt a meccset, az most már biztos. Vezet a Leipzig a 20. percben. Futács. Miknyócki kapja. Miknyócki lövi középre a labdát, Angelinho. Klosterman. Campbell. Forsberg. Szoboszlai. André Silva. Szoboszlai kéri el tőle, André Silva kapja vissza. André Silva még, Miknyócki. Kota Mihály. Ez pontatlan passz volt, Angelinho. Campbell. Forsberg. Nkunku. André Silva. André Silva és a Tindul Nkunku. Ez jó lehet, Nkunku még.
Újabb gólhelyzet, Nkunku lövi be, ott a helyzet 2-0 a Forsberg. Hát ugyanazt a támadás gyakorlatilag végigvitte a Leipzig, csak most ezúttal nem Silva, nem Forsberg érkezett középen, a 30. percben 0-2, 10 percen belül 2-t kap az MTK. És hamar úgy néz ki, hogy el akarja dönteni ezt a gála meccset a Leipzig. Itt Nkunku beadja a labdát, és aztán Forsberg lövi be. Hát Balázs megint tehetetlen volt ott a kapuban, kiszolgáltatott helyzetben volt, 2-0 a Leipzig javára. Mik nyolc ki? Silva üldözi őt. Vari jöhet majd a szöglettel a 33. percben, és aztán jöhet majd az újabb szöglet. Varju, ő ismételhet. Hát a túloldalra, Mezei fejli, de ott a kapás lövés Tibertől, nagyon eltört a Stíber. Silva, ők ugye korábban megfordult Németországban már, úgyhogy ezért volt szerencséje a Leipzig ellen játszani Stíbernek, igaz, nagyon régen. Igaz, akkor azért már Gulácsi és Orbán a csapattagjai voltak például. André Silva, jó becsúszás Varjútól, Varjú emeli oda Balázsnak. Balázs, húha, hát nem a legjobb megoldást választotta Balázs József, ebből újabb német helyzet, de Balázs ezt most lehúzza, André Silva robbant be középre, aztán Balázs eladja, ezt is véri, megdolgoztatja gyakorlatilag saját magát. Balázs József most, Varjú, Kata. Miknyócki indul az üres területbe, és ez most sansz lehet a szépítésre az MTK-nál. Miknyócki a 16-oson belül, Miknyócki még ellövi, szöglet. Keresztbe passzoltott Bognárnak, vagy lehet öngolt akart rugatni, mindesetre szöglet lett belőle, amit kifejelnek a németek, és ezt is. Palincsár, ő begyűjti a kipattanót, egy perc a hosszabbítás az első félidőben. Palincsár indítja be ott Miknyóckit, és mellé rúgja Miknyócki, és ezzel vége az első félidőnek, MTK Leipzig 0-2. Köszöntök mind... Jöhet át akkor a folytatás, 2-0-ás Leipzig vezetésről folytatódik a meccs. Ugye Forsberg, illetve André Silva lőtték a lipcseiek góljait, és egyelőre 2-0-ra vezet a Lipcse az MTK ellen. Lássuk tehát a második fél időt. Szoboszlai. André Silva, ez is jó, Szoboszlai. Nagy Zsombor megy oda, és Nagy Zsombor szereli Szoboszlait. Futács. Ezzel most mehet az MTK, Futácsot kicselezi Orbánt, aztán végül megvan a labda a Lipcsének. Silva, és indul be ott üresen Szoboszlai. Jó, megint a szerelés. Varjú. Nézze a hátra haza Balázshoz. Varjú. Miknyócki felé, ez nem volt jó. Forsberg, most már Silva. André Silva, lassan lövő helyzet. Felemeli André Silva inkább, Nkunku kapja a labdát. És ebből bizony megint helyzet alakult ki a Leipzig előtt, de Várkonyi oda megy, és megszerzi a labdát. Mezei. Bognár. Jó labdát kapott Bognár. Miknyócki. 57. percben vagyunk. Miknyócki vezeti be a 16-oson belőle, Hasztenberg üldözi. Jó a beadás, ott a lövés, megpattan, és így a gól! Szépít az MTK Futács lövésével. Ebben még azért lehet, hogy ott belekapott egy lipcsei védő. Mindenesetre Futács révén megvan a szépítő gólja az MTK-nak. 2-1. Az MTK tehát gólt lő ezen a gálatornán. Na nézzük meg, itt jön a beadás, és ott jön Futács, eltöri ezt a labdát, lehet, hogy ott nem is sér bele Hasztenberg, ez elment volna keresztbe, illetve Klostermann, ez az ő lábáról ment be, úgyhogy ez egy öngól lesz, alig, ha nem így is van. Klostermann öngóljával szépít az MTK. És még van esélye az MTK-nak akár egy döntetlent is kicsikarni ebből a meccsből. Ezért eddig a sztárcsapatok ellen a magyar együttesek nem nagyon tudtak szép eredményt elérni. A Fradi tudta valamennyire megszorongatni a Juventus, de annak 2-0-ás vereség lett a vége. Meg azért emlékezhetünk ugye a legutóbbi meccsre és a Ferenc, nem a legutóbbi meccsre, de a Debrecen-Liverpool meccsre, amikor 3-2-re nyert ugye a Liverpool. 2-t rúgott a Loki. Miknyócki. 16-oson belül Miknyócki. Visszateszi Bognár. Bognár még egyel tovább, Mezei lő, és a blokkról lejön a labda. Ez most egyenlítési lehetőség volt már a Leipzig előtt, az MTK előtt. A Leipzig előtt most viszont a két gólos előny visszaszerzése lehet lehetőség. Forsberg, Balázs József jön a kapujából. És így üresen marad a kapu, nem tudom, hova jött Balázs, Nkunku. Nkunku üres a kapu, és fölé emeli Nkunku. Ott volt Varjú ugyan a gólvonalon,
de végül nem lett dolga, Nkunku fölé emelte. Érkezik Németh Krisztián a pályára, Futács Márkó helyett. Samardzics pedig Szoboszlait váltja, úgyhogy Futács és Szoboszlai is lejönnek a pályáról. Hát meglátjuk Németh Krisztián, hogy folytatja, vagy hogy áll be a meccsbe. Futács ugye egy gólpaszt adott így, hogy Halstenberg öngóljának adták végül, ez a Klostermann öngóljának adták végül azt az MTK gólt. Poulsen pedig André Szilvát váltja a Lipcsénél. Samardzics, jó a becsúszás mezei, aztán Kata. Bognár. Hossza Miknyóckinak, Miknyócki lesen volt. Halstenberg végzel majd a szabadrúgást a 73. percben. Jön a felívelés. Ez mezeié. Poulsen még. Még mindig ő Samardzics felé, nagy zsombor aztán felemeli. Ott a csúsztatás, Bognár. És ezzel lehet most menni Bognár. Indítja ott Miknyóckit, és ebben MTK helyzet alakulhat ki. 78. perc, Miknyóckit a 1-1-ben kapura, és keresztbe passzol, de túl gyengén. Klostermann meg így tisztáz. 79. perc dobhat majd az MTK, lejön Klostermann a pályáról. Muki éle folytatásban. Jön a beadás, ott a csúsztatás, még Stieber elérheti. Kirugás. Kulács jöhet. Gulácsi rúgja Muki élének, Angelinho. Az utolsó 10 percen belül vagyunk. MTK Leipzig 1-2. Angelinho. Ugye magyar-német meccset itt még ugye a Győr Bayern München meccset játszották le. Hát az sokkal simább volt a Bayernnek. Poulsen lő közben! Fölé! Ezt most megúszta az MTK. Ugye akkor 8-0-ra nyert a Bayern ezen a Győr Bayern gála meccsen itt ezen a gála esten, és hát ugye szintén egy MB2-es klub játszott egy német élvonalbeli csapattal. Nkunku még, és ez jó varjúnak végül. Ugye holnapi napon lesz majd terveink szerint az Ete Manchester United meccs, Honvéd Manchester City és a magyar-brazil Gulácsi. Jöhet majd oldalról az MTK Várkonyi dobja be Stiebernek. Stieber Bognárnak nem jó. Angelinho, Samardzics, Mukiele, ő felíveli, Kata fejeli le, Bognár még, hát az lesnek tűnt ott mezeinél, sajnos az is. És hát ezzel az MTK is vereséget szenved, ezen a gála mérkőzésen viszont csak egy gólos vereséget, ezzel az egyik legszorosabb meccset vívta, és csak kettőt kapott, MTK Leipzig 1-2, a Leipzig ünnepelhet, de az MTK-nak sincs szégyenkezni valója.